önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyert toppos pályázati forrás Nyíregyháza. Az 1 milliárd forintos, 100%-os támogatás 7 olyan épület felújítását tartalmazza, amelyekben elavult energetikai rendszer működik és drága az üzemeltetésük. A kivitelezések két ütemben zajlanak. Az első ütem részeként megújult a Vasvári Pál Gimnázium és a Mustárház, most pedig az első számú idősek klubja. Itt egy 53 millió forint körüli összeget jelentett a felújítás, és láthatjuk, hogy a homlokzati szigeteléssel nem csak az energetikai korszerűsítés, hanem az épületek szépsége is teljesen más, megszépült. Szerepelt egy fűtés korszerűsítés, a kazánokat kicseréltük, az összes radiátort, nyilázáró csere, és itt még ráadásul a tetőt is cserélni kellett. Mindig szembesülünk azzal, hogy általában rosszabb a helyzet, mint elsőre látszik, tehát de hála Istennek egy teljes körű energetikai korszerűsítést tudtunk elérni. A felújítással az Európai Unió szabványnak megfelelő, teljes körű akadálymentesítés is megtörtént. Így nem csak a közlekedők, a mosdók is akadálymentesítettek lettek. A Vécsei Közi Intézmény a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ székhelye, ezért itt irodákat is kialakítottak. Körülbelül 15 ember nap mint nap jár ide bedolgozni, az idősek klubja pedig mint szolgáltatás működik. Itt a város egyik legrégebbi önkormányzati fenntartású idős klubja, 30 engedélyezett férőhelyjel. Itt az idősek jól érzik magukat nap mint nap, járnak ide be reggel 9 órától, olyan délután 3-ig, itt ebédelnek, itt töltik a napjaikat. Az intézmény élményszerű ellátást biztosít az idősek számára. A beruházás célja a komfortérzet javításán túl az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése volt.